Az eseményen Pap Mónika, a Szikra Alapítvány elnöke köszöntötte a vendégeket a második fél év alkalmából, majd ismertette, hogyan is fog zajlani az új szemeszter, és hogy mire lehet majd számítani az előadásokon. Az első tanórán a Miskolci Egyetem egészségügyi karának oktatója dr. Szalka Iván PhD orvos látogatott el Kazincbarcikára előadást tartani az ajurvéda orvosi tapasztalatairól. Ami miatt megkértek, hogy jöjjek el ide előadást tartani, az lényegében India bemutatása, de nem egy turisztikai Indiának a bemutatása, hanem annak az Indiának, ahogy én, aki lassan már 10 alkalommal jártam kint rövidebb-hosszabb időre, ahogy én érzem és látom Indiát, Indiának a légkörét, a gondolatvilágát, honnan teremtődött az ajurvéda, mi is az, hogy ajurvéda, milyen filozófia és ismereti halmazokat hordoz magában. Tehát itt most nem gyógyítani akarunk, nem a gyógyítást bemutatni, hanem azt a közeget, ahol ez az ismeret létrejött, meg arról adni információt, hogy mi is ez. Erről a számunkra talán idegen indiai gyógyászati módszerről, amit sokszor csak az élettudományának emlegetnek, azt érdemes tudni, hogy ez már egy több mint 5000 éves természetes orvostudomány. Sokan egyfajta alternatív gyógyászatként tekintenek rá, nagy hangsúlyt fektet a betegségek megelőzésére és a test élettartamának meghosszabbítására. Legalapvetőbb filozófiája, hogy a test és az elme egy megszakíthatatlan kapcsolatban vannak egymással, tette hozzá Szalka Iván. Az előadás kezdetén a jelenlévők kaphattak egy fotókkal és személyes beszámolókkal színesített képet Indiáról és lakóiról. Szó esett az ottani csodálatos világról, melyet sokszor a felszín alatt kell keresni, és ami kapcsán sokan nem láthatják ezt a szépséget. Ezzel párhuzamosan szó volt a kultúráink és felfogásunk különbségeiről is, és az ország spiritualitásáról. Az esemény második felében pedig maga az ajurvéda került bemutatásra. Az oktató előadásában magyarázatot nyújtott a szépkorúaknak arról, hogy miért látja másképpen a világot ez az orvoslás, mint ahogyan a nyugati gyógyászat teszi, illetve hogy miben is tudná kiegészíteni a nyugati világot ez a felfogás.